29. rovátkát rótták fel a bálványos életfára. A Szabad Egyetem programjában ebben az esztendőben is a magyarság sors kérdései kerültek előtérbe. Szó esett a nemzeti identitás megőrzésének alapkérdéseiről, az oktatás, a kultúra, a felelősségvállalás és a kisebbségek jogainak megőrzéséről. Tőkés László európai parlamenti képviselő az Erdélyi Nemzeti Tanács elnökeként az Összkárpát-medencei nemzeti politikáért, kultúráért szállt síkra a határokon átívelő országegyesítés jegyében. A legnagyobb érdeklődés idén is Orbán Viktor fórumát kísérte. A miniszterelnök az összetartozás az európai kereszténység ügyének fontosságát emelte ki, majd visszatekintett az elmúlt időszak választási ciklusaira, a 2010-es év felhatalmazását, a 2014-es év rendszer stabilizációját, míg a 2018-as választási győzelem után az új korszak kiépítésének alapvetéseit vette górcső alá. Lezártuk a harmadik kormányzati ciklusunkat. Fiatalabbakat szeretném arra emlékeztetni, arra a ködbe vesző emléket fölidézni, hogy mi már egyszer 98 és 2002 között is voltunk kormányon. Tehát nem nyelvbotlás, amikor azt mondom, hogy a harmadik kormányzati ciklusunkat lezártuk és megkezdtük a negyediket. 1990-re a magyar demokrácia születésnapjára visszatekintve azt mondhatjuk, hogy 16 évet voltunk ellenzékben, és 12 évet voltunk kormányon. Ha Isten engedi és élünk, ennek a négy évnek a végén, ami előttünk áll, azt mondhatjuk, hogy helyreállt az egyensúly. A miniszterelnöki székfoglaló beszédemben is elmondtam, hogy a kormány azonban sportemberekből áll, és mi nem érjük be döntetlennel. Ha mögöttünk hagyott 8 évre gondolok, akkor azt mondhatom, hogy 8 év folyamatos kormányzás után kaptunk még 4 évnyi munkára esélyt. Ezt úgy értelmezem, fiatal magyar elemző véleményével egyetértve, hogy felhatalmaztak bennünket arra, hogy kiépítsünk egy új korszakot. 2010-es kétharmados győzelmet azt én úgy értelmezem, hogy felhatalmaztak bennünket arra, hogy az átmenet zavaros két évtizedét lezárjuk, és új rendszert építsünk föl, ez a gazdaságban egy magyar modellt, a politikában pedig egy új alkotmányos rendet jelentett, egy nemzeti és keresztény alapokon nyugvó új alkotmányos rendet. 2014-es kétharmados győzelmünkkel arra kaptunk fölhatalmazást, hogy ezt a rendszert stabilizáljuk. Ekkor jött létre az ellenfelénk által sokat gúnyolt kifejezés a nemzeti együttműködés rendszere, ami ugye nem túl szellemes megfogalmazás, de ahhoz képest, hogy a magyar történelem inkább a nemzeti betartás rendszere szokott lenni, tulajdonképpen méltánylandó célkitűzés. És 2018-as kétharmados győzelmünk pedig nem más, mint felhatalmazás egy új korszak kiépítésére. Azonban fontos arra emlékeztetni magunkat, hogy a korszak az mindig több, mint a politikai rend. A korszak egy sajátos és jellemző kulturális közeg. A korszak az egy szellemi természetű rend. Egyfajta közös hangulat. Talán ízlésvilág is. Egyfajta viselkedési mód. A rendszert, a politikai rendszert általában szabályok és politikai döntések adják, a korszak azonban többennél. A korszakot inkább kulturális áramlatok, kollektív meggyőződések és társadalmi szokások adják. Most ez a feladat áll előttünk, vagyis kulturális korszakba kellene ágyaznunk a politikai rendszert. Ezért logikus, legkevésbé sem meglepő, hogy a napjaink legizgalmasabb vitája éppen a kulturális politika területén robbant ki. És ez szinte azonnal meg is történt, a választások utána figyelik a Magyarországon zajló politikai közéleti vitákat, értheti, miről beszélek. Szerintem ez érthető, és jól is van így. Mert valóban egy új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség a harmadik kétharmad után, és mit a gazdás szeptembertől nagy változások előtt állunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt egy évről még azt mondhatom önöknek, hogy a nemzeti és keresztény alapokon álló politikai rendszer stabilizálása sikerült, az alap szilárdnak és tartósnak tűnik, nem indokolatlan, tehát
az előttünk álló 4 évre a korszaképítést jelöljük meg feladatként. Villanásszerűen ide idézek néhány tényt, amely a 2010 után fölépített politikai és gazdasági rendszer stabilitását fejezi ki. Növekedés tekintetében 2009-ben Magyarország -6%-ot produkált, 2017-ben pedig +4%-ot. Nagy számokat fogok mondani, de a nagyságrendek talán érthetőek lesznek. Az a érték, amit Magyarország egy évben meg tud termelni, az 2010-ben 27.224 milliárd forint volt, most pedig 38.183 milliárd, tehát 11.000 milliárd forinttal nagyobb értéket állítunk elő minden egyes évben 2010 óta, mint tettük ezt korábban. Azt mindenki tudhatja, hogy a pénzügyeket rendbe tettük, a hiteleket, a 2008-as válság miatt fölvett hiteleket visszafizettük, az IMF-et hazaküldtük, a hiányt korlába tartjuk, az államadósságot pedig 85%-ról 71%-ra vittük le. Azt is lehet tudni, hogy az export mértéke az a 19.690 milliárd forintról 31.102 milliárd forintra nőtt, soha ilyen magas Magyarország történetében nem volt. A 15 és 64 éves kor közötti foglalkoztatottaknak a száma a 2010-es 55%-ról 69%-ra nőtt, ami azt jelenti, hogy 756 ezerrel többen dolgoznak a Magyarországon, mint 2010-et megelőzően. A bérek 60%-kal jobban állnak, mint 2010-ben, a demográfia termékenység mutatója 1,25-ről 1,5%-ra nőtt, és olyan mutatókban is stabilitást láthatunk, mint az orvosok száma, 3665-tel több orvos dolgozik ma 10-ben, bűncselekmények száma felére csökkent, a széles sávú internet elérhetőség 51%-ról 82-re nőtt, és hogy mondjak még egy más adatot is, más természetűt, a színház látogatások száma az 3.160.000-rel megemelkedett Magyarországon 2017-ben, 7.601.000 színház látogatást regisztráltak. Tehát amikor a stabilitásról beszélek, akkor ez az egész magyar élet stabilitásáról szól, a gazdaságtól a középosztály kulturális fogyasztási szokásaik, illetve a szegények számának csökkenéséig. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az a stabilitás, amely nem teszi nagyképűvé, vagy valóságtól elrugaszkodottá mindazt, amit ezek után szeretnék mondani. Mit lehet ilyenkor tenni? Ilyen helyzetben kétharmados választási támogatottsággal hátunk mögött egy nemzeti kormány nem vállalkozhat kevesebbre, mint hogy nagy célokat tűz maga elé. Olyan nagy célokat, amelyek korábban elképzelhetetlennek gondolt, olyan nagy célokat, amelyek értelmét adják a következő évek munkájának. Ezeket a célokat mi megfogalmaztuk, kifejtés nélkül arra a kérdésre válasz, hogy mi fog itt történni, most a legfontosabbakat ezek közül megemlítem. 2030-as időhorizonttal gondolkodva azt akarjuk, hogy az Európai Unió 5 legjobb országa közé tartozó Magyarország az 5 legjobb ország között, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Az EU 5 legversenyképesebb országa közé tartozunk 30-ra. 2030-ra a népesedési hanyatlást állítsuk meg. 2030-ra fizikailag is kössük össze kis Magyarországot a többi területtel, a gyorsforgalmi utak menjenek el az államhatárokig. 2030-ra legyen meg az energiafüggetlensége Magyarországnak, amely a biztonság egyik fontos dimenziójává vált, készüljön el Paks, és az új energiaforrások lépjenek működésbe. Szorítsuk vissza a népbetegségeket, építsük föl az új magyar honvédséget, és kezdjük hozzá Közép-Európa gazdasági megépítéséhez is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a távlatok, amiből érthető lesz mindaz, amit ezek után mondani fogok. A legfontosabb a mostani hely szempontjából nézve az a tervünk, hogy újjáépítsük az egész Kárpát-medencét. Úgy látom a történelmi helyzetet, hogy véget ért a 100 év magyar magánykorszaka. Újra erősek vagyunk, elszántak vagyunk, párnak vagyunk, van erők, van pénzünk, van erőforrásaink, és az elmúlt években bebizonyítottuk a szomszédainknak,
hogy aki a magyarokkal együttműködik, az jól jár. Itt a pillanat, hogy újra fölépítsük Kárpát-medencét. Van egy ajánlatunk a szomszédaim számára. Ajánlatunk abban összegezhető, hogy kössük össze immár végre is komolyan az országainkat egymással. Kössük össze a nagyvárosainkat gyorsvasúttal és autópályákkal. Mégiscsak szégyen, hogy ilyen összeköttetés nincs Debrecen és Nagyvárad között, Kassa és Miskolc között, Nyíregyháza és Szatmárnémeti között, Eszék és Pécs között, vagy éppen Kolozsvár és Budapest között. Ajánlatunk az is, hogy kössük össze az energiahálózatainkat. Szégyen, hogy ma ez még nem valóság. Azt javasoljuk, az az ajánlatunk, hogy hangoljuk össze a védelmi politikákat, és hangoljuk össze a haderőfejlesztéseinket is egymással. És végül az ajánlatunk, hogy fektessünk be egymás térségeibe. Mi hozzá is kezdtünk, most az üzletről nem beszélek, de a tegnapi határon túli magyar vezetőkkel való tárgyalás eredményeképpen azt tudom mondani, hogy a Kárpát-medencében nagyságrendileg mintegy 1000 óvoda felújításához és fölépítéséhez kezdtünk hozzá, ezek mind magyar nyelv. Építsük meg közösen a Kárpát-medencét, ehhez persze az kell, hogy a kölcsönös tisztelet alapján álljunk, az ajánlatunk is csak ebben a szellemben érvényes. A kölcsönös tisztelet pedig megköveteli az őszinte beszédet. Itt van rögtön erre a remek alkalom a 100 éves évforduló okán. 100 éve lépett be Románia, modern Románia korszakába. Értjük, hogy az ő nézőpontjukból ezen van mit ünnepelni. Azt kérjük, hogy ők értsék meg, hogy a mi nézőpontunkból meg nincs mit ünnepelni. És azt is érjük, hogy nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a modern Románia 100 éve nem tud mit kezdeni azzal a természeti ténnyel, hogy itt él több mint 1,5 millió magyar. Tudjuk, hogy Bukarestben azt mondogatják, hogy Székelyföld nem is létezik. Én egyetértek az RMDS ide vonatkozó ünnepi szlogenjével, amely kifejezi azt, hogy akkor is létezett, amikor még a modern Románia nem létezett. És ahogy itt körülnézek, meg ismerem az ittenieket, nyugodtan mondhatom, hogy Székelyföld még akkor is létezni fog, amikor már egész Európa behódolt az iszlámnak. Ebben biztosak lehetünk. Szomszédunk irányába, de a román barátaink irányába is, hogy ahelyett, hogy tagadnánk a valóságot, ami nem észszerű magatartás, fogjuk fel inkább ezt a helyzetet erőforrásként, tekintsünk Erdélyre is erőforrásként, akarjunk erősödő Székelyföldet, akarjunk erősödő magyarságot, mert ahogy Kós mondta, ez egy erőgyarapodás jelent majd Románia számára is. Erre az útra is ráléphetnénk, itt áll, csak akarat kell hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor végeztünk a Kárpát-medence fölépítésével, vagy az is lehet, hogy ezzel párhuzamosan, az a feladat is itt áll előttünk, hogy fölépítsük Közép-Európát, ami tágasabb és több, mint a Kárpát-medence. Itt a lehetőség, hogy az előttünk álló években fölépítsük Európa nagy, erős, biztonságos politikai és gazdasági térségét, vagyis Közép-Európát. Mondjuk ki, hogy a gazdasági fejlődés mellett, annak sajátosságai mellett Közép-Európa egy sajátos kultúrájú térség is, más, mint Nyugat-Európa, építsük ezt föl és fogadtassuk el. Ennek érdekében, hogy Közép-Európa elfoglalhassa Európában a méltó helyét, érdemes néhány tézist megfogalmazni, én 5 tézist fogalmaztam meg a közép-európai építkezés számára. Az első úgy hangzik, hogy minden európai országnak joga van megvédeni a keresztény kultúráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját. A második tézisünk az, hogy minden országnak joga van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van azt vallani,
hogy minden gyermeknek joga van egy anyához és egy apához. Hogy minden közép-európai országnak joga van megvédeni a nemzet stratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági ágazatait és piacait is. A negyedik tézis úgy hangzik, hogy minden országnak joga van megvédeni a határait, és joga van elutasítani a bevándorlást. És az ötödik tézis pedig úgy hangzik, hogy minden európai országnak joga van a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet, egy szavazat elvéhez, és ezt a jogot az Európai Unióban sem lehet megkerülni. Vagyis azt állítjuk mi közép-európaiak, hogy van élet a globalizmuson túl, nem az az egyetlen járható út, Közép-Európa útja pedig a Szabad Nemzetek Szövetségének útja. Ez a Kárpát-medencén túli feladat, küldetés, amely áll. Ezek voltak a békésebb vizek. Most hajózunk ki, mondjuk a Balatonról a nyílt tengerre. Nézzük, mi történt egy év alatt a világban körülöttünk. Először is az amerikai elnök beváltotta az ígéreteit. Emlékezhetnek az európai elit legyintésére. Azt mondták, hogy az amerikai elnök által kitűzött cél, miszerint a multilaterális, tehát sokoldalú megállapodásokon nyugvó világrendszertől át fogja alakítani kétoldalú megállapodásokon nyugvó rendszerbe. Lássuk, de az elmúlt egy évben ez hozzákezdett, tervszerűen mérnöki pontossággal halad előre, és ki is bontakozik szemünk előtt egy kétoldalú megállapodásokon nyugvó új világpolitikai és világgazdasági rend. Körülöttünk fekvő világ másik nagy történése, mögöttünk hagyott évben, hogy a kínai menetelés, fejlődés folytatódik. A harmadik ilyen fontos körülmény, amit figyelembe kell vennünk, hogy az oroszok is beváltották az ígéretüket, amire persze ugyanúgy legyintettek az európai liberális elit képviselői, mint az amerikaira, és lépéseket tett, közel van ahhoz, hogy megoldja a gázszállítást Európába, Ukrajna kiiktatásával, az északi áramlat nem sokára el is készül, a török áramlat tervei pedig az asztalon vannak. És a negyedik fontos dolog, ami egy év alatt történt, hogy Európa jobbra tolódása folytatódott, kiderült, hogy ez nem csak egy közép-európai folyamat. Emlékezzünk a német választás eredményére, az osztrák választásra, vagy éppen az olaszok választására, általános jobbra tolódási folyamat figyelhető meg egész Európában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért idézem ide ezeket az összefüggéseket, mert egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet számára, mint mi vagyunk, létkérdés, hogy értse, hogy mi történik körülötte. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy egy magunkfajta, magunkméretű ország esetében a butaság kockázata és következménye sokkal nagyobb, mint a nagytestű országok esetében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos tehát, hogy megértsük, hogy ki mit akar körülöttünk a világban, megértsük, hogy mi fog történni a bennünket körülölelő nemzetközi politikában az előttünk álló évben. Az amerikaiak folytatni fogják az a kísérletüket, hogy megtartsák a vezető szerepüket a világban, és sikeresen versenyezzenek Kínával. Ne felejtsük el, Kínának egy négyszeres demográfiai fölénye van, van egy belső stabilitása, van egy most már technológiai fejlett és modern gazdasága, vagyis az idő és a folyamatok az ő oldalukon állnak, az amerikaiak ebben nem akarnak beletörődni, és rájöttek arra, hogy ha minden úgy megy tovább, mint ahogy az előző elnökök alatt ment, akkor a végeredmény előre látható, egy esélyük van, meg akarják változtatni a nemzetközi játékszabályokat. Hogy ez sikerül-e nekik, különösképpen, hogy ez fegyveres konfliktusok nélkül sikerül-e nekik, ezt ha még senki sem tudhatja, de biztosak lehetünk abban, hogy ez a szándék a világpolitikát meghatározó, szilárd és eltökélt akarat. Ezért a játékszabályok megváltoztatásának keretében megpróbálják eltüntetni azt a kereskedelmi töbletet, amely ma Európa oldalán velük szemben fönnáll. Erről szólnak az Európai Unió és Amerika közötti kereskedelmi háborúra utaló összecsapások. Ki fognak egyezni az oroszokkal a fegyverzet korlátozás mentén, létrejön majd egy orosz-amerikai megállapodás,
és kereskedelmi pozíciókat fognak kialakítani, akár szankciókkal Kína-USA viszonylatában is. Mit fognak csinálni a következő egy évben az oroszok, tisztelt hölgyeim és uraim? Ennek megértéséhez azt kell tudnunk, hogy Oroszország úgy tekint magára, mint ami egy nem biztonságban lévő ország abban az esetben, hogyha ütköző zónák nem veszik őt körül. Ezért Oroszország körül ütköző zónák kialakítására fog törekedni, épp úgy, mint eddig. Ennek Ukrajna az egyik áldozata. Az ukránok úgy döntöttek, hogy nem kérnek többé ebből az 50-50 nyugati és orosz befolyásoláson nyugvó helyzetből. A nyugati világhoz akarnak csatlakozni, és ezért elszakadnak az orosz övezettől. Közelebb kerülnek, talán be is lépnek a NATO-ba, az Európai Unióba, és fölépítik modern Ukrajnát. NATO tagságot nem látok, Európai Uniós tagság realitása szinte zéró, és az új ukrán állam, melyet jelen pillanatban adósabb szolgaság felé sodródó ukrán gazdaságot látok. Az oroszok célja, hogy visszabillentsék a korábbi állapotot, úgy tűnik nem irreális. Ebben az összefüggésben kell gondolkodnunk az Európai Unió és Oroszország viszonyáról, és engedjék meg, hogy elnagyoltan, de megfontoltan azt mondjam, hogy az Európai Unió ma primitív orosz politikát folytat, a szankciók és biztonsági fenyegetésre hivatkozó politikát folytat, képtelen különbséget tenni, erre szükség volna, mert az Európai Unión belül vannak országok, amelyek tényleg fenyegetve érezhetik magukat, akik tényleg úgy érezhetik, hogy minden nap biztonsági kockázat mellett telik el az életük, ilyenek a balti államok és ilyenek Lengyelország is. Ezt az érzést mind a történelmi, mind pedig a földrajzi adottságok indokolják. Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország nem érez ilyen fenyegetést, Szlovákia nem érez ilyen fenyegetést, csehek sem, és Nyugat-Európa sem, és nekünk is megvan az okunk arra, hogy így érezzük magunkat. Nyilvánvaló, hogy nincs egy olyan politika, amely mindenkinek jó, ezért helyesebb lenne, ha a lengyeleknek és a balti államoknak a NATO és az Európai Unió extra szuper biztonsági garanciákat adna, és közben a Európa többi részét megengedné, hogy végre kereskedjen, gazdasági együttműködést építsen ki, a nyersanyagot, az energiát és a kereskedelmi lehetőséget beépítse a saját gazdasági fejlődési lehetőségébe. Primitív Oroszország politika helyett tagolt Oroszország politikára volna szükségünk az Európai Unió esetében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy országcsoportról kell szólnom, ami mindig kiesik az érdeklődésünk homlokteréből. Ez Törökország, Izrael és Egyiptom országcsoportja, ezekről most hosszan nem szeretnék beszélni, csak annyit jó, ha tudnak itt Tusnádfürdőn is, meg Székelyföldön, hogy Magyarország, Székelyföld, Kárpát-medence és egész Európa biztonsága ma azon múlik, hogy Törökország, Izrael és Egyiptom elég stabil országa ahhoz, hogy az onnan Európába történő muszlim felállapást megfékezze és megállítsa. Ha ezek az országok, bármelyik a három közül elveszíti a stabilitását, annak súlyos biztonsági következményei lesznek egész Európára nézve. Emlékezzenek arra, amikor az arab tavasz keretében Egyiptom elveszítette rövid időre a stabilitását, milyen következményekkel járt mindez. De ez igaz Törökországra is, az elnököt lehet szeretni vagy nem szeretni, a politikai rendszerével lehet szimpatizálni vagy nem szimpatizálni, de egy dolog biztos. Nekünk egy stabil Törökországra van szükségünk, amely megvéd bennünket az ellenőrizetlen feláramlástól migráns tömegekkel szemben. Ugyanezt tudjuk elmondani Izraelre, ha nincs Izrael, akkor létrejön az a radikális muszlim földrajzi terület, amelyről csak fenyegetést várhat Európa. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy ezek az országok stabilak maradjanak, stabil politikai rendszerünk és politikai vezetésük, vezetőik legyenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ebből pedig egyetlen következtetés adódik Európa számára. Egy ilyen bonyolult és változó nemzetközi helyzetben nem élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk. Lehetetlen, hogy Európa ne tudja biztosítani saját maga számára a saját védelméhez szükséges erőt. Nem élhetünk folyamatosan az amerikai pénzén és az amerikai biztonsági ernyője alatt. Jó, ha itt vannak, szükségünk van rá, kell a NATO, de Európának rendelkeznie kell saját önvédelmi képességgel, ezért szükségünk lesz európai haderőre. Tehát a pénzügyi alapok megvannak, a technológiai alapok megvannak, csak a politikai elszántság hiányzik, ezt kell megteremtenünk a következő időszakban. És végül Európáról szeretnék szólni néhány szót, ez a legrázósabb útszakasz, öveket kérjük becsatolni. Azt tudom mondani, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő évre gondolva,
Ha ránézünk Európára, hogy Európa valaha egy nagy civilizáció volt. Európa valaha egy világformáló erőközpont volt. Azért volt ez így, mert mert gondolkodni, mert cselekedni, bátor volt és nagy dolgokra vállalkozott. Ha szellemi távlatból nézünk egy-egy civilizációra, akkor azt a megállapítást tehetjük, ennek megvan a maga irodalma, hogy négy dologból épülnek fel a civilizációk. Ezek a szellemi természetidők. Fölépülnek a vallás szelleméből, az alkotóművészet szelleméből, a kutatás szelleméből és az üzleti vállalkozás szelleméből. Ebből tud fölépülni egy civilizáció. Ha mi Európánkra pillantunk, akkor azt látjuk a vallás szelleme tekintetében, hogy a keresztény alapokat megtagadta. Az alkotóművészet szelleme tekintetében azt látjuk, hogy cenzúra van, és politikai korrektséget kényszerítenek ránk. A kutatás szelleme szempontjából azt mondhatjuk a mi Európánkról, hogy elénk lépett az USA, és lassan Kína is. Az üzleti vállalkozás szelleme tekintetében pedig azt mondhatjuk Európáról, hogy az üzleti vállalkozás szelleme helyett a bürokrácia szelleme uralja ma Brüsszelt és a gazdasági szabályozásokat. Ezek a folyamatok, tisztelt hölgyeim és uraim, régebben kezdődtek, de a 2008-as gazdasági válság hátterén mutatkoztak meg élesen. A helyzet súlyosságát, mármint az európai civilizáció helyzetének súlyosságát pedig a migráns válság mutatta ki. Leegyszerűsítem a bonyolult gondolatot, azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy Európa vezetői alkalmatlanok nem tudták megvédeni Európát a bevándorlástól. Az európai elit sődöt mondott, és ennek a sődnek a szimbóluma az Európai Bizottság. Ez rossz hír. A jó hír, hogy az Európai Bizottság napjai megvannak számlában, én meg is számoltam, mint egy 300 napunk van hátra, és lejárom a napot. A bizottság fontos dolog az Európai Unióban, és a döntéseinek komoly következményei van a tagállamokra, így Magyarországra nézve is. A dolog úgy fest, hogy a bizottság az alapszerződés szerint a szerződés, vagyis az Európai Uniót létrehozó szerződés, pontosabban szerződések őre. Ezért pártatlannak, elfogulatlannak kell lennie, és garantálnia kell a négy szabadságot. Ehelyett az Európai Bizottság ma pártos, mert a liberálisok pártján áll. Elfogult, mert Közép-Európa ellen dolgozik, és nem barátja a szabadságnak, mert a szabadságok helyett egy európai szocializmus felépítésén dolgozik. Örüljünk, hogy napjai megvannak számlában. Ezek után tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy miért mondott csődöt az európai elit, amely ma egy kizárólagosan liberális elit. Erre azt a választ adhatjuk, én legalábbis ott keresem a választ, hogy először is megtagadta a gyökereit, és egy keresztény alapokon nyugvó Európa helyett a nyílt társadalom Európáját építi. A keresztény Európában a munkának becsülete volt, az embernek méltósága volt, a férfi és a nő egyenlő volt, a család a nemzet alapja volt, a nemzet Európa alapja volt, az államok pedig garantálták a biztonságot. A mai nyílt társadalom Európájában nincsenek határok, az európai emberek lecserélhetőek bevándorlókra, a család tetszés szerint variálható együttélési formákká vált, a nemzet, a nemzeti öntudat és nemzeti érzés negatív és meghaladandónak minősül, és az állam többé nem garantálja a biztonságot Európában. A liberális Európában európainak lenni valójában nem jelent semmit. Nincsenek iránya, ez csak egy tartalom nélküli forma. Ráadásul, tisztelt hölgyeim és uraim, liberális demokrácia átfejlődött, most teszek eleget Tőkés László provokációinak, vagy a liberalizmusok kell valamit mondanom. Tehát ráadásul a liberális demokrácia átfejlődött liberális nem demokráciává. Nyugaton az a helyzet, hogy liberalizmus van, demokrácia meg nincsen. Demokrácia hiányát azzal az érvünkkel tudjuk alátámasztani, hogy Nyugat-Európában általánossá vált a szólásszabadság korlátozása és a cenzúra.
a liberális elit számára kellemetlen híreket az államok vezetői és a technológiai óriások közösen ellenőrzik. Ha valaki nem hiszi, akkor menjen fel ezekre a honlapokra, menjen fel a szociális média hálójára, és nézze meg, milyen agyafúrt ravasz eszközökkel törlik a migránsokról, a bevándorlókról, meg ebben a témakörben keletkezett negatív hírekről szóló hozzáférési lehetőségeket, és hogyan zárják el az európai polgárokat attól, hogy szembesüljenek a valósággal. A liberális koncepció a vélemény szabadságról odafejlődött, hogy a liberálisok a vélemények különbözőségét fontosnak tartják, egész addig, amíg megdöbbenve nem érzékelik, hogy léteznek más vélemények is. A liberális sajtószabadság emlékeztet bennünket a régi szovjet viccre, ami úgy hangzik, hogy bárhogy is rakom össze a bicikligyár termékét, mindig gépfegyver lesz belőle. Akárhogy rakod össze, a végén cenzúra lesz belőle, és politikai korrektség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a diagnózis, amit tudok Önöknek adni. Nézzük, hogy mivel reménykedhetünk ezek után, mit kell csinálnunk, mit lehet tennünk. Én azt tanácsolom mindannyiunknak, kedves barátaim, hogy összpontosítsuk minden erőnket a 2019-es európai választásra. Bizonyára sokan vannak itt, akik emlékeznek rá, hogy az 5 évente tartandó európai választásokat általában kézlegyintésekkel szoktuk elintézni. Nem igazán érezzük át, hogy döntő jelentősége volna. Ide idézem azt is, hogy az európai elitek pedig rendszeresen panaszkodni szoktak, hogy milyen kár, hogy minden európai választás valójában nemzeti ügyekről szóló választás, és nincs egy téma, ami egy nagy összeurópai kérdés lenne, és ebben dönthetnének közösen az európai polgárok. Jelentem, ez a helyzet véget ért, van összeurópai komoly kérdés, amiről eddig Magyarországot leszámítva sehol sem kérdezték meg az embereket. Nálunk volt egy bevándorlásról szóló népszavazás. Itt az ideje, hogy az európai választás valóban egy nagy, komoly, közös európai kérdésről, a bevándorlásról szóljon, az ehhez kapcsolódó jövőről szóljon, és ezért javaslom is, hogy minden erőnket a következő évben erre a nagy és döntő jelentőségű választásra összpontosítsuk. Ha a bevándorlásról dönt Európa, akkor persze arról is dönt, amit úgy nevezünk, hogy európai elit, választod arra a kérdésre, hogy jól kezelte a bevándorlást az európai elit. Az európai elit láthatóan ideges. Ideges, mert az előttünk álló európai választás révén annak esetleges mi ízlésünk szerint kedvező eredménye miatt Európa nagyívű átalakítása, amit csak soros tervnek nevezünk, az elakadhat. A nagy cél, hogy Európát átalakítsák, és Európát átléptessék a kereszténység utáni korba, és Európát átléptessék a nemzetek utáni korszakba, ez a folyamat az európai választásokon elakadhat, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nekünk elemi érdekünk, hogy meg is akasszuk. Ellenfelénk nagyon közel járnak a sikerhez. Nem is érzékeljük, hogy milyen közel. És nem is érzékeljük, hogy milyen jelentősége van ennek a ténynek. Hosszas magyarázatok nélkül csak egy rövid kitekintést akarok adni. Ha visszagondolnak az európai demokrácia elmúlt 101 néhány évére, akkor felfedezhetik azt a szerkezetet, hogy Európában lényegében a keresztény tradíciókon belül megmaradt alapokon szerveződő közösségek, mondjuk úgy, hogy keresztény demokrata pártok, és ezt a hagyományt vitató, abból kilépő közösségek szervezetei, nevezzük őket baloldali liberális pártoknak, versenye döntötte el. Európa úgy haladt, hogy ez a két erő versengett egymással. Hol egyik, hol másik volt fölül. Ez a verseny jótékony hatású is volt, energiákat, szellemi erőt is felszabadított. Tulajdonképpen ez a versenyfutás garantálta Európa fejlődését. Ez egyszerre volt politikai és szellemi versengés. Ez volt eddig Európa. Ez volt az európai politika, így dőltek el a hatalmi kérdések Európában. De kedves barátaim, ha beáll az a helyzet, hogy egy-egy országban lesz 10%-ot elérő vagy meghaladó muszlim népesség, amelyről biztosan tudhatjuk, hogy keresztény pártra sosem fog szavazni, és ezt hozzáadjuk a keresztény hagyományokat elhagyott
európai őslakosokhoz, akkor azt kell mondanom, hogyha így áll föl majd a helyzet, keresztény alapokon választás nyerni Európában többé nem lehet, és a keresztény tradíciót őrző csoportok és hagyomány kiszorul hatalmi térből, és nélküle fognak dönteni Európa jövőjéről. Ez itt a helyzet, és ez itt a cél, és ilyen közel vagyunk ehhez, hogy ez bekövetkezzen, tisztelt hölgyeim és uraim. Ezért döntő jelentőségű az előttünk álló választás. Ez a választáson meg kell mutatnunk, hogy a liberális demokráciának van alternatívája, ezt úgy hívják, hogy keresztény demokrácia, és a liberális elitet le lehet váltani egy keresztény demokrata elitre. A kereszténység és a politika összefüggésében persze számos félreértés van Közép-Európában, ezért itt is kell tennem egy zárójeles megjegyzést. A keresztény demokrácia nem arról szól, hogy hitelbeket, ez esetben keresztény hitelbeket védelmezünk. A kárhozat meg az üdvözülés kérdésében sem az államok, sem a kormányok nem illetékesek. A keresztény demokrata politika azt jelenti, hogy a keresztény kultúrából kisarjadt létformákat kell védeni. Nem a hitelveket, hanem az abból kinőtt létformákat. Ilyen az emberi méltóság, ilyen a család, ilyen a nemzet, mert a kereszténység nem a nemzetek felszámolása útján akar eljutni az egyetemességhez, hanem az nemzetek megőrzésén keresztül. És ilyenek a hitbéli közösségeink is, ezeket mind védeni és erősíteni kell. Ez a dolga a keresztény demokráciának, és nem a hitelvek megvédése. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim! Ha idáig eljutottunk, akkor már csak egyetlen csapdát kell elkerülnünk, egyetlen szellemi természeti csapdát, mert az ember már csak ilyen, hogy nem szívesen lép ki a komfortzónájából, nem szívesen vállal a vitát, szívesen tesz engedményeket a vele vitatkozó feleknek, de szellemi természeti kérdésekben inkább kártékony, mint előnyös. Itt lóg, imbálódzik az órunk előtt egy csali. Ez pedig az a mondat, hogy valójában a keresztény demokrácia is lehet liberális. Javaslom, hogy ne kapkodjunk. Nehogy véletlenül horogra akadjunk, mert ha ezt elfogadjuk, akkor az a harc, küzdelem, amit eddig folytattunk, elveszíti az értelmét, és akkor hiába dolgoztunk. Mondjuk ki nyugodtan, hogy a keresztény demokrácia az nem liberális. A liberális demokrácia az liberális. A keresztény demokrácia per definíció nem liberális, ha úgy tetszik, illiberális. És ezt néhány fontos ügyben, mondjuk három nagy ügyben konkrétan is meg tudjuk fogalmazni. A liberális demokrácia a multikulti mellett áll. A keresztény demokrácia pedig elsőbséget ad a keresztény kultúrának, ami egy illiberális gondolat. A liberális demokrácia bevándorláspárti. A keresztény demokrácia bevándorlás ellenes, ami ekte illiberális gondolat. És a liberális demokrácia a variálható családmodellek pártjánál, a keresztény demokrácia pedig a keresztény családmodell alapján áll, ami szintén egy illiberális gondolat. Tisztelt hölgyeim és uraim, vegyünk tehát magunkon erőt, vállaljuk ezt a szellemi vitát, és az európai parlamenti választásokra így vértezzük fel magunkat. Nagy pillanat előtt állunk, meglátjuk, bekövetkezik-e, az esély itt van, mert nem egyszerűen a liberális demokrácia, az arra fölépült liberális, nem demokratikus politikai rendszereknek mondhatunk búcsút a következő év májusában, hanem a 68-as elitnek is úgy, ahogy van. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha a 68-as elit megy, akkor már csak egyetlen kérdésre kell válaszolnunk, hogy ki jön. És erre azt a szerény választ kell adnunk, hogy mi jövünk. Igazra nyugodtan, visszafogottan azt kell mondanunk, hogy jönnek a 90-esek, a 68-asok helyett jönnek a 90-esek, az antikommunista, keresztény elkötelezettségű, nemzeti érzelmű nemzedék következik most az európai politikában. 30 éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője. Hajrá!